és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Isten tisztelettel vette kezdetét a Dombovári Margarita Református óvoda új épület részének átadása. Az intézmény bővítését a növekvő érdeklődés indokolta, ezért döntöttek úgy, hogy megvásárolják az egykori társasházat és átalakítják az épületet. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője egy fontos térségi fejlesztésnek tartja a beruházást. Összesen közel 320 millió forintos fejlesztést jelent. Ezt nyilván lehet úgy értelmezni, hogy egy óvodának a felújítása, úgy is lehet értelmezni, hogy egy református óvodának a felújítása, de ugyanakkor szerintem a város életéhez is ez nagyon-nagyon hozzátartozik és passzol a fejlesztések sorába. A fejlesztés Magyarország kormányának támogatásával a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programja keretében valósulhatott meg. A gyermekek az első számú értékek, s értük mindent megteszünk, hangsúlyozta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Nyilván az volt a cél, az volt a szempont, hogy minél több olyan gyermek kapjon lehetőséget keresztény nevelésben, akiknek a szülei szeretnék, hogy ilyen óvodába járjanak, de eddig nem volt meg a megfelelő létszám, nem volt meg a megfelelő minőség. És hogyha csak a református óvoda programot nézzük, és nem is Kárpát-medencében, hanem most itt Magyarország területén, akkor mindenképp megdöbbentően vagy fantasztikusan nagy számok jelennek meg. Közel 40 milliárd forintból 3200 új óvodai férőhely keletkezett vagy keletkezik, építenek most még, illetve 700 megújult vagy pedig meg fog újulni a következő hónapokban, években. A szalagátvágást követően az ünneplők megtekinthették a rendkívül modern épületet, ahol az új csoportot ősszel indítja el a Margarita Református Óvoda.